északi magyar dallamokat játszanak a fiatal művészek hegedűn, brácsán és csellón. Ez volt a már hagyományosnak számító népzenei pályázati hangverseny első produkciója, amelyet még 14 másik követett. A Művészeti Szakgimnázium zeneművészeti tagozatának diákjai közül azok vehettek részt a versenyen, akik a fél éves vizsga meghallgatáson a legjobban szerepeltek. A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium zeneművészeti tagozatán többfajta tanszak is működik. Klasszikus zenei képzésünk, népzenei képzésünk és gyakorlatos színész képzésünk is van. 87 diákunk van jelenlegi tanévben az iskolában, és mind a három tagozatra figyelünk, hogy a tehetségek gondozása és támogatása meglegyen. Erre a megyei önkormányzat is figyel, hiszen fontos, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét tehetséges művészek képviseljék ország és világszerte. Több szempontból is nagyon fontos, és ettől talán még fontosabb a művész képzés, és azok a kovász helyek, ahol a gyerekpalánták vagy a művészpalánták ki tudnak teljesedni, meg tudják mutatni a valójukat, meg tudják mutatni azt az énjüket, amelyel aztán, hogyha kiteljesednek, majd hozzá tudnak járulni egy-egy településnek, egy-egy közösségnek, vagy akár egy megyének, vagy az országnak a társadalmához, hiszen művészetek nélkül nehezen elképzelhető, de egyáltalán semmilyen közösséget nem tudunk elképzelni művészetek nélkül, és ezért nagyon fontos az, hogy áldozzunk a művészetekre, és áldozzunk a művészetekben kiteljesedő emberpalánták nevelésére. És hát a Művészeti Szakgimnázium pontosan egy ilyen kovászműhely, hogyha nevezhetjük ennek, és ezért nagyon fontos az, hogy itt legyünk, jelen legyünk, figyeljük őket, és lehetőségénkhez mérten pedig támogassuk is őket. A hangverseny végén a zsűri értékelése alapján legjobbnak ítélt versenyzőnek Richter Pál, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenetanszékének vezetője adta át a Universitas gyűrűt. A legjobbnak járó ékszer egy gravírozott jutalom, amelyben a Rögös az út a csillagokig felirat ad további erőt a folytatáshoz a növendéknek.